Nem volt még borkóstoló eseménye Kecskemétnek, amely olyan magas minőségben, annyira széles palettát kínált volna az ország legszebb boraiból, mint a mai Cifra borséta. A Cifra palotában megrendezett eseményen 22 borászat, mintegy 100 bora sorakozott fel. A szervező Frittmann Péter borász azt mondta, a borsétával a gasztrokultúrát szeretnék erősíteni Kecskeméten. Nagyon jó helyen szereplünk, azt gondolom, mint kunsági borvidék, vagy akár így az alföldi, vagy a környékbeli borászatok. Ugye jelenleg a piaci tendenciák nagyon kedveznek az alföldi boroknak, ezek a könnyű, gyümölcsös, friss borok, ugye hamarosan megyünk a nyárba, ezek abszolút egy szép rozé, ez nagyon kedvez a borvidéknek, hiszen mi ebben vagyunk igazán jók, frissek vagyunk, gyümölcsösek és könnyedek. A borkultúra mindig is része volt hazánk történelmének. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója azt mondta, a borfogyasztás ősidőktől kezdve összefonódott a magyar kultúrával. Az igazgató egy igazi különleges kerámiát is hozott az alkalomra. 1600-as évek végére lehet datálni, valamikor ugye 1680-as, 90-es évek környékére. Ez a, látszik ugye itt szépen elején ez a gyönyörű hordó, ez nem egy dézsa, hanem egy hordó. Ez nem más, mint a Kádár céhnek, tehát a hordókészítő céhnek a díszkerámiája. Na most ez került bele egy használaton kívüli kútba, valamikor az 1700-as évek elején. A Kecskemét belvárosából kihalászott kerámiának más különlegessége is van, létével igazolja Kecskemét több száz éves kötődését a borkultúrához. A legnagyobb meglepetése az 1480-as, 90-es évek, tehát helyezzük be nagyjából a történeti kontextusban, Mátyás király halála környékén lehet azt mondani, hogy vágták ki azt a tölgyfát Erdélyben, amelyből hordót készítettek, és itt Kecskeméten bizony valószínűleg bort fogyasztottak belőle már a 15. század, 16. század fordulóján. És utána ezt a használaton kívüli hordót pár száz év múlva leengedték egy kútnak, és abba kerül bele később a Kádár cégnek a korsója. A kötetlen sétáló kóstolót először hagyományteremtő céllal rendezték meg a Cifra palotában. A megnyitón dr. Szeberényi Gyula Tamás, Gál József és Homoki Tamás alpolgármesterek is részt vettek.